Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Salamon Adrián vagyok, az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány elnöke, és az Endometriózis Magyarország webinárját látjátok. És a mai epizódunk egy sorozatnak a része, pénzügyekről beszélgetünk, és az epizód címe a nők alulbiztosítottsága a magyar családokban, és sok szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Nagy Zoltán, független pénzügyi tanácsadót. Szia! Szerintem nagyon izgalmas ez a téma, hogy így olvasgattam a felkészülés során. Őszintén szóval én sose gondolkodtam még ezen, hogy kinek lehet fontosabb a biztosítás a nőknek és vagy a férfiaknak, vagy hogy mondjuk kire kötnek több biztosítást. Úgyhogy ez is az első kérdésem, hogy hogy alakul ez Magyarországon, mennyire fontos ez, vagy van-e ilyen különbözőség, hogy a férfiaknak vagy a nőknek ez fontosabb? Szerintem jelentős különbségek vannak, én azt tapasztaltam. Az első, ami kiindulási pont, hogy ha unblock Magyarországot nézzük, akkor összességében van egy alulbiztosítottság. Ugyanis jellemzően az egy felnőttre jutó biztosítási összeg alig éri el a 2 millió forintot. Míg hogyha azt nézzük, hogy az egy főre jutó hitelállomány az túl megy a 10 millió forinton, akkor az nekem, ha csak a statisztikákat nézem, azt mutatja, hogy egy átlag családban, hogyha történik egy haláleset, vagy egy rokkantság, vagy egy tartós betegség, akkor az a család anyagilag tönkre megy. És ez, ha megnézzük a Facebookot mondjuk, ahol lehet, hogy mondjuk havonta vagy hetente ki milyen oldalakat követ, lehet látni, hogy így vagy úgy járt egy család és gyűjtést szerveznek, tehát ez biztos, hogy sok embert érint. De hogyha ezen túllépünk, és azt mondjuk, hogy oké, van egy család, ahol igyekeznek felelősség teljesen gondolkozni, és a családanyagi biztonsággal gondoskodni, akkor jellemzően a férfiak szoktak nyerni, mint biztosítottak. Ugyanis az a klasszikus példa, hogy anya otthon van a gyerekekkel, vagy gyerekkel, vagy anyának, idézőjelben mondom, de hogy valaki félre is, nincs más dolga, mint dolgozni, meg a gyereket nevelni, és a kettő között alig mozdul el, tehát mi történhet vele. Apa meg ugye termeli a pénzt, és adott esetben sokat megy autóval, meg sokat stressz a munkahelyén, tehát hogy őt sokkal nagyobb kockázatnak van kitéve. És jellemzően ezért, ha már eljutunk odáig, hogy legyen védelem, akkor a férfiakra jellemző, hogy kötnek. Ugye ez sokkal inkább ugye, hogyha most az összegbiztosításokat nézzük, tehát ami arról szól, hogy fizet X összeget a biztosító, hogyha meghatározott biztosítási esemény történik. Ugye az más kérdés, hogyha meg a statisztikákat nézzük, akkor ugye a balesetek többsége a háztartásban történik. Igen, ezt mindig elmondják. Én meg, hogyha már arról van szó, hogy otthon van a gyerekekkel, akkor mégiscsak a háztartáson belül ki van nagyobb kockázatnak kitéve. Meg hányszor megyünk az ügyelettel a gyerekkel, igen. Ez így van. Tehát töredéke az a biztosítási állomány, ami a nőket fedi le, mint ami a férfiakra vonatkozik. Mennyire lenne fontos, és hát igazából azért alapvetően ezt meg is válaszoltad, hogy a mindkét felnőtt tagot biztosítsuk. Én tovább mennék, hogyha már van gyerek, akkor mennyire fontos az, hogy a gyerekekre is kössünk biztosítást. Egyébként még ezt kiegészíteném még azzal, hogy arról tudsz, hogy ez például nemzetközi szinten Nyugat-Európában hogy alakul? Tehát, hogy ott is ilyen egyenlőtlenség, hogy van, hogy inkább a férfiakra kötnek biztosítást, vagy ott ez valamennyire kiegyensúlyozottabb? Ott mondjuk teljesen más biztosítási rendszer van általában. Igen, voltak olyan felmérések, amik alapján az jött ki, hogy tényleg országonként is nagyon nagy az eltérés. Jellemzően azért ez meghatározza az is, hogy akár a munkahelyeken milyen a megítélés, tehát hogy ahol úgymond a tipikus férfi dominancia van, vagy uralom, vagy minél erőteljesebb az, annál inkább háttérbe kerül az, hogy most a nőknek a biztosításáról is gondoskodjunk.
Nyilván, ahol akár már a munkahelyeken, fizetésekben hasonlóban a megítélés, ott ez is sokkal jobban közelít ahhoz, hogy ténylegesen egyenlő félként. Illetve nyilván az is fontos, hogy mi fér bele az átlag életszínvonalba, mert tény az, hogyha Magyarországot nézzük, akkor nagyon sokszor azért, tehát választani kell, hogy most a férfira vagy a nőre kötünk biztosítást, mert mondjuk a családi költségvetés egyet bírel, ahol azért mondjuk azok az országból az átlag életszínvonalba ez mind a kettő kényelmesen belefér, ott sokkal könnyebben kötnek többet. De például pont a gyerekek biztosítására kell visszakérni, van olyan biztosító, aki úgy hozta létre a termékét, hogy négy országba végzett felmérést, hogy mit szeretnének a szülők, mit legyenek benne, és aztán meg kellett állapítani, hogy mind a négy országban négy különböző terméket hozott létre, mert mások voltak a várások. Nálunk például Magyarországon én azt tapasztaltam, hogy mondjuk tabu az, hogyha a gyermekkel történne egy haláleset, arra fizessen a biztosító. És én ezt nem is vitatom, hogy ez most tabunak kell lennie, vagy nem, de van olyan ország, ahol például erre volt igény, mert azt mondják, hogy előfordulhat is a családnak, az egy olyan érzelmi teher, hogy akkor az anyagi dolgokkal semmiképpen se kelljen foglalkozni. Tehát, hogy nagyon más szemléletek vannak. Más a kultúra is. Így van. Én azt gondolom, hogy gyermekekre is fontos kötni biztosítást. Két dologra tudunk ugye biztosítást kötni mindenképpen, az egyik a baleset, ami hát olyan, amilyen, tehát, hogy ahogy említetted, hogyha sűrűn kell menni az ügyeletre valakinek, akkor tudja azt, hogy ez igen. A gyermekekkel az, hogy egy csonttörés, egy műtét, ez bármikor benne van. A másik, ami megint a tabu határát feszegeti nagyon sok családnál, az, hogy súlyos betegségekre kötni. Másik oldalról viszont, hogyha azt látjuk, akkor sajnos tényleg lehet azt látni, hogy azért a gyermekek körében is ez jól láthatóan előfordul. Nyilván ez nem a nyerészkedésről szól, hogy akkor legyen pénz a családnak, hanem egész egyszerűen az, hogy a mozgásterük megmaradjon és nagyobb legyen. És én pont ezért gondolnám fontosnak azt is, hogy mind a két felnőttre legyen biztosítás, mert verhetjük mi a mellkasunkat, férfiak, hogy erősek vagyunk, és mi húzzuk az igelt, és mi visszük haza a pénzt, és mondhatunk, vagy gondolhatunk hasonló dolgokat, vagy lehet, hogy így is van. De alapvetően én azt gondolom, hogy ha kiesik mondjuk egy klasszikus családba egy hölgy, mondjuk egy betegség kapcsán, akkor ott olyan megoldandó kérdések merülnek fel, hogy ki fog vigyázni a gyerekekre, vagy hogyan. Ha vannak nagyszülők, nyilván lehet segítség, de sok helyen nincsen. Vagy nincs a közelben, igen. Így van, nincs a közelben, vagy már egész egyszerűen annyira későn vállalunk gyermeket, hogy már lehet, hogy segíteni. Akkor kell egy babysitter, az költség. Vagy apa nem megy dolgozni, de akkor az kiesés. Hogyha komoly betegségben is orvostól orvosig kell menni, az mindenképpen egy plusz anyagi teher. Én azt gondolom, hogy ha kellően jól működik a házasság, és szeretjük a párunkat, akkor ott az mindenképpen együtt járhat egy érzelmi teherrel is. Tehát, hogyha az én kedvesem nincs jól, akkor én nem biztos, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel hívvel tudok menni dolgozni. Főleg, hogyha ápolásra szorul, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy akkor én most kevesebben dolgozom. Ha ne adj Isten, úgy alakulna, hogy egy férj, mert sokszor arról gondolkozunk, hogy egy nő egyedül marad a gyerekekkel, akkor mi lesz vele? És én ezért is szoktam azt mondani, hogy egy családapának a legfontosabb pénzügyi szerződése és a legfelelősségteljesebb pénzügyi szerződése az a biztosítása, mert ő felelősséget vállalt valakiért, hogy ő majd segít neki felnőni. Ha nincs ott, akkor azt anyagilag valahogy pótolni kell. De hogyha egy férfi marad egyedül a gyerekekkel, az ugyanúgy
jelenthet egy nagyon komoly anyagi terhet, és érzelmi terhet is. Hallottam már olyat, hogy valakinek arra ment tönkre a vállalkozása, hogy elveszítette a feleségét, és ezt évekig nem tudta feldolgozni. Tehát mi férfiak is kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor azt mondjuk, hogy az érzelmi teherrel küzdenénk, de közben akkor ne legyen még egy anyagi teher is. Ezeknek az ellensúlyozása szerintem oda-vissza nagyon fontos lenne. A másik, ami meg egy nyilván megtakarítások szempontjából is jellemző, de ez egy másik téma, de az, hogyha ugye megint klasszikus példát veszünk, hogy a férfinak van megtakarítása, van biztosítása, és gondoskodnak erről, aztán eltelik néhány év, és aztán rájönnek, hogy külön utakon mennének tovább, és ott van a 40-es, 50-es hölgy. Most ez, hogy mennyi, hogyan jön vissza a házasságból, az egy kérdés, de hogyha akkor mondja azt, hogy akkor én most magamról kell gondoskodnom, hát akkor ugye akár többszörös árat fizet meg biztosításért. A másik, ugye, ami előkerült ugye már a fő témánk kapcsán, hogyha akkor gondoskodik ugye egy hölgy a védelméről, amikor nincsen semmi egészségügyi panasza, akkor az mindenképpen tud a későbbiekben neki segíteni, olcsóbb is lesz és szolgáltatása is lesz. Ha már sok minden túl van az életben és akkor akar erről gondoskodni, akkor az már lehet, hogy a biztosító mondja ezt, hogy köszönjük, itt már volt annyi panasz, hogy nem. És hát ugye egy harmadik kategória, ami most eszembe jutott, ugye a gyermeküket egyedül nevelő anyák. Tehát én azt gondolom, hogy nekik aztán meg különösen nagyon fontos az, hogy legyen ilyen védőhálójuk, mert ott meg jellemzően tényleg minden forognak helye van. Hát vagy egyszülősök, tehát hogy most vagy anya, vagy apa, de azért ezt tudjuk, hogy ez mostanában elég gyakran előfordul, tehát hogy nincsen olyan óvodai, bölcsődei, iskolai csoport, ahol nem találkozunk ezzel. Tud, vagy tudna-e egy átlagos magyar család megfelelő biztosítási védelemről gondolkodni? Tehát, hogy most így nagyon sok minden van a környezetünkben, hogy akkor ki mennyit, meg hogy keres, de hogy van-e olyan konstrukció, amivel így a család biztonságban érezheti magát? Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan lépést tudna megtenni minden család, ami már részben segíthet. Mert ahhoz, hogy megfelelő védelem legyen, tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk kifizeti a hitelállományt, és hogyha baj van, ami adott esetben több százezer vagy több milliós segítséget nyújt egy betegség esetén, ami több hónapig pótolja a kieső jövedelmet, tehát hogyha egy teljes körű megfelelő biztosításról szeretnék gondoskodni, kortól függően, ez valahol a bevétel 5-8%-ából felthető le átlagban. És azt gondolom, hogy itt is nagyon sokat számít az, hogy most budapesti vagy nagyvárosi jövedelemről beszélünk, vagy tényleg esetleg egy olyan településen, ahol nagyon alul fizetik az embereket, tehát hogy más-más ez a szint. De valahol az 5-8%-ból kellene megoldani, vagy lehet megoldani. Viszont például baleset biztosításokat már akár néhány száz forintból is lehet. Ami lehet, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy valaki úgy érje baleset, hogy ő megrokkan és munkaképtelenné válik, de azért mégiscsak van egy statisztikai esély, és én azt gondolom, hogy néhány száz forintot nagyon sokan ki tudnának szorítani, mert hogyha arról beszélünk, hogy havonta, vagy akár mondjuk hetente egy doboz cigivel kevesebbet veszek meg, hogyha egy dohányos vagyok, és azt ráfordítom, akkor már valami kis védelemről tudok gondoskodni, csak bizonyos helyzetekben segíthet, de már több, mint a semmi. Én azt látom a legnagyobb hibának, hogy alapvetően nekünk az oktatási rendszerünkben most még ez semmilyen szinten nem jelenik meg. Tehát arra nem készítik fel az embereket, hogy amikor majd elkezd dolgozni, akkor jövedelméből mire kell fordítania. Mire készülünk fel? Az, hogy majd ki kell fizetnünk a rezsit, az, hogy majd hitelt kell fizetnünk, az, hogy lesznek kiadásaink, és nyilván,
ha én megtehetem, és olyan bevételem van az életem első pár aktív, vagy munka szempontjából aktív életébe, akkor ott azért még az is beletartozik, hogy akkor haverok új fanta, mert hogy most tudom kiélni magam. Pedig, ha abban az időszakban már megszokná egy fiatal, hogy a jövedelmének az 5-8%-át erre költje, 10%-át mondjuk egy arra, hogy időskorában is legyen pénze, és a maradékból tanulna meg élni, én azt gondolom, hogy ez felépíthető lenne hosszú távon, hogy akkor hogyan alakít a jövedelme itt, és ahhoz mértem, hogy a kiadásait. De tehát ezért én nagyon sokszor százalékokba szoktam inkább gondolkozni, és nem összegekbe. Tehát ezt kell mérlegre rakni mindenkinek, hogy az ő életében azt az 5%-ot vagy 8%-ot ki tudja kanyarítani. És akkor van egy teljes körülvédelme. Igen. Hát ez valóban nagyon hiányzik az oktatásból is, vagy ebből a, hát igen, szóval az oktatásból is, meg sok helyről. Ugyanez igaz szerintem az egészségre, tehát hogy az, hogy a mindenféle szűrési kampányokban így tukmálni kell gyakorlatilag azt, hogy menjünk el a szűrésre, miközben ez egy tök evidens dolognak kéne lennie, hogy beírjuk a naptárba, mint ahogy mondjuk egy születésnapot megünneplünk, úgy elmegyünk egy szűrésre egy évben egyszer, és hogy nem erről kellene szólni a kampányoknak, hogy győzködni kell az embereket, hát reméljük majd egyszer ebben lesz változás. És végezetül így ebben a topikban, milyen olyan történetek vannak így az elmúlt 15 éves tapasztalatadból, amit így mindenképpen szeretnél megosztani, hogy az arra így fontos felhívni a figyelmet, vagy nagyon sokszor előfordul, van-e ilyen? Bár már pár történetet mondtál, de hogyha ezen kívül még eszedbe jut valami, vagy bármi. Hát igazából nekem az, ami kettő történet jutott eszembe, az egyik az mindig abból a szempontból érint meg, hogy ugye én 15 és fél éve foglalkozom ezzel, és a legelső biztosítási kifizetésem az a, hát óvodás korunk óta ismerjük egymást, tehát az egyik legjobb barátom feleségével történt, akik ugye kötöttek egyfajta biztosítást, amiben volt megtakarítás, volt baleseti védelem, és hát újra meg újra megismerve a statisztikákat, talán ilyen második, harmadik éve, amikor itt dolgoztam, akkor mondtam nekik, hogy mindenképpen rakjanak már bele egészségügyi kiegészítőt. Havi szinten kb. 2000 forinttal drágább lesz, nem a plusz bevételért csinálom, hanem tényleg egy kicsit tukmáltam őket, hogy kössék már meg. És megkötötték, rá egy évre született az első kislányuk, és végig úgy volt, hogy természetes úton fog születni, tehát arra nem fizet majd a biztosító, de az utolsó pillanatban mégiscsak kiderült, hogy farfekvéses császár lesz, meg volt a császármetszés, viszont trombózis kapott a hölgy, és át kellett vinni másik kórházba, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, talán a terpelámba vitték, amiben már akkor is súlyos tízezrek voltak. És hát ugye mind érzelmileg ez egy nagy teher volt hirtelen nekik. Hát igen. Mind anyagilag. És akkor én mondtam, hogy küldjék el a zárójelentéseket, segítek a bejelentésbe. Beküldtük az egészet, és aztán utána néhány nap múlva csörgött a telefonom, hívott a hölgy, és hát felvette, de hogy így síró hangon mondta, hogy hát, hogy fölfizetett a biztosító, hogy utalta a pénzt. De mondom, úristen, hát miért sírsz? Tehát, hogy akkor mondom, én rosszul tanultam meg a szakmát, átvertem az embereket, úristen, hogy mindennek végre, hogy mégsem úgy fizet a biztosító, mégis így azok volt a kétkedőknek. És azt mondta, hogy hát, hogy fizetett, ha jól emlékszem, 600 ezer forintot. De hát mondom, akkor hát ennyit beszéltünk meg? Kiszámolt a kórházon a pérítés műtét, és hogy tudom, hogy ő nem akarta elhinni. Hogy nekik ez most egy akkora segítség, hogy nem kell ezen aggódni, és akkor így én akkor mondtam azt, hogy oké, okay, tényleg, én örülök, hogy ezzel foglalkozhatom, és ezzel akarok. És tényleg ez egy ilyen szép, hogy a gyakorlatilag tényleg a legjobb barátomékhoz kapcsolódhat az első kifizetés, és egy örömteli eseményhez, hogyha az igen. Mert egy gyermek születés volt. Jó lett a sztori vége végül is. Igen. A másik, ami pedig
eszembe jutott, az csak egy milyen tipikus helyzetek vannak, hogy az egyik ügyfelem hívott, hogy hát elég csúnyán eltört a lába, és hogy műteni kellett, és hogy, hogy mit fog majd fizetni a biztosító. És ott pedig ugye neki két szerződése is volt, de nem anyagilag mondta, hogy ők nem is érezték azt nagyon, de hogy így jó, hogy volt. Viszont annyi történt, hogy az egyik gyermek a kezébe volt otthon, a másik pedig futott, valamilyen irányba próbált utána kapni, közben kicsavarodott a lába és érezte, hogy dől, de hogy ne úgy dőljön el, hogy a kezébe tartott gyermekre, ezért ugye szinte egy tovább csavarította a testét, miközben a lába be volt akadva, ezért tényleg egy nagyon csúnya törés, tehát gyakorlatilag megtekeredett a lába hozott össze, és ott is bejelentettük ugye ezt az eseményt, háztartási baleset, tehát ugye a statisztikák szerint a leggyakoribb, és ez is hát körülbelül egy 8 éves történet, akkor fizetett neki a két biztosítása 400 ezer forintot, és ő is elmondta utána, hogy nekik ez pont azt fedezte, hogy ami plusz segítséget fel kellett vennünk. Mert hát ő nyilván fekvőgipszet kapott, tehát akkor egy ideig ő nem tudott úgy mozogni. A férjének nem olyan volt a munkája, hogy azt mondja, hogy ő most akkor és felvettek egy segítséget, és kvázi anyagilag ez nem jelentett nekik egy plusz terhet. Azóta is tehát megvannak a szerződései, és nem drágultak, nem szűntek meg, tehát hogyha bármikor adódik neki még további baleset vagy egészségügyi panasz, akkor tudja, hogy számíthat rá. Nekem ez a kettő olyan, ami témába is vág, meg történet is, és azt gondolom, hogy ez a hétköznapi történetek, tehát ez a bárkivel megesett. Az a különbség, hogyha mondjuk az átlag családot nézzük, akkor jelen pillanatban Magyarországon nem kapnak ilyen térítést, nem szolgáltatnak. Nagyon sokan megállnak ott, hogy van biztosításom, mert van bankkártyám. És az, hogy a bankkártyához milyen biztosítás jár, lakásbiztosításom van, és akkor van biztosításom, tehát hogy ez nem egy olyan, amit kipipálok, hogy van, és akkor az minden ugyanolyan. Nekem nagyon jó érzés ezekre a történetekre úgy gondolni, hogy ott fel volt mérve, hogy mire lehet szükség, és akkor megfelelő szinten tudtak maradni abban a helyzetben, és ami vagy örömteli és nehéz volt, vagy csak simán nehéz. Köszönöm szépen. Nézzétek meg mindenképpen a többi epizódunkat is, mert ott is nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. A következő soron következő epizódban egyébként a nemzetközi egészségbiztosításokról lesz szó, de beszéltünk már arról, hogy mi van akkor, hogyha egy új biztosítást kötünk, nincs még diagnosztizált betegségünk, de beszéltünk arról is, hogy mi van akkor, ha már van egy diagnosztizált betegség, és így szeretnénk biztosítást vagy egészségpénztárba belépni. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és tartsatok velünk a következő epizódnál is. Sziasztok!